A Hevesi Sándor Művelődési Központ színház termében Dénes Sándor polgármester köszöntötte az időseket. Ilyenkor városunk minden korosztálya kifejezi háláját és tiszteletét. Mert a tisztes évtizedeket, melyek önök mögött állnak, megilleti a megbecsülés, hiszen mindannyian egy hosszú élet munkáját és tapasztalatait tudhatják magukról. Különböző életutakkal és élményekkel jutottak el idáig, melyek megosztása fontos. Az idősek tudása és bölcsessége kimeríthetetlen forrása a jövő problémáinak megoldásához, fogalmazott a polgármester, majd kiemelte, kortól függetlenül kellenek a tervek, az álmok, melyek a jövőt szolgálják, és melyekben az időseknek is nagy szerepe van még. A városvezető a hagyományokhoz híven felköszöntötte az időskorú társadalom képviselőit. Ezúttal a 92 éves Légrádi Ágostonné, valamint a szintén 92 esztendős Csentő Jenő Árpád vehettek át oklevelet Dénes Sándortól. A színpadot ezután a művészek foglalták el. A gála fellépője a Líra Díjas harmónika művész Molnár György és koncertzenekara volt, vendégként pedig Maros Gábor színművész énekes lépett színpadra. A nagy sikerű műsort a színházi előcsarnokban pohárköszöntő követte. Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szólt az egybegyűltekhez. Nem csak töprengeni kell egy idősebb embernek is az élet dolgairól, hanem azt az élettapasztalatot, amit összegyűjtött, amit az évek során, munkája során, a családi élete során, a magánélet, privát élete során összeszedett, azt tovább kell adnia, és szinte erkölcsi kötelessége, hogy továbbadja. Azt a magyar identitást, a magyar kultúrát, amit magunkénak tudhatunk, azt így tudjuk átadni a jövő generációjának, hangsúlyozta Cseresnyés Péter. Az ünnepi hét első eseménye vendéglátással és bállal zárult.